Káprázat és felhajtás! Kedves nézőink! Nézzenek meg egy szép mesét a Mikulásról! Címe: Szép mese a Mikulásról! Kicsikéim! Egyszer réges-régen a nagyapátok ekkora pofont kapott a Mikulás. Mesélte a nagymama az unokáknak kedvesen. És nem szólt a nagypapa az ombudsmannak? Érdeklődött Petike. Nem tudott, mert a Mikulás azonnal lefejelte. Különben, ha még egyszer kimondod a szót, hogy ombudsman, akkor a pofont kapsz, hogy leesik a fejed. Közölte joggal a nagymama. Ombudsman! Mondta a gyerek, majd elszaladt. Te is kapsz egyet, ha így bánunk. Szólt a nagyi Katicának. Nem is árt, ha jön hónap a Mikulás. Peti arra ébredt, hogy könyörögve ír a Mikulásnak. Közben a törpe nő is megadta magát. Kedves Mikulás, a kis húgom beteg volt, az ő kedvéért is kérlek, ugye elfelejtesz minket örökre. Aláírás, Petike. Itt lakik az a levéltető? Nyitott a Mikulás határozottan. Persze, már vártuk magát. Válaszolt a nagyi boldogan. Te írtad azt a levelet? Csattant a pofon Peti arcán. Igen, ő volt az. Vágta rá Katica segítőkészen. Téged kikérdezett? Lefejeljelek? Kérdezte a Mikulás Katicát. Másnap reggel Peti levelet küldött az ombudsmannak. Hogy este mit kapott Petike a Mikulásnak öltözött ombudsmantól, nem részletezném. Jó találgatást kívánok!